Szegedi Kommunikáció és Média Szakrádiós magazinja. Ez a Comcast. Hallgass ránk! Földes András számtalan konfliktuszónából tudósított már az évek alatt, de ez az érzés még őt is megdöbbentette, hogy hozzánk hasonló emberek menekülnek egy háború elől, hiszen ez az érzés azt jelentette neki, hogy akár velünk is megtörténhetne mindez. Készített egy fotót egy szoptató édesanyáról a kijevi metróban, amely óvóhelyként funkcionál. A kép túlnőtt önmagán. Mémek és művészeti alkotások születtek belőle, jelképe lett a háború miatti kiszolgáltatottságnak, még a Vatikán is elkérte azt. De hogy született a fotó? Földes Andrással, a Telex újságírójával, Hajdú Anna Kaori beszélgetett. Mi az, ami késztelt téged arra, hogy olyan helyre menj, ahonnan mások menekülnek? Mivel ugye te és a csapatod Ukrajnából készítettetek tudósításokat. Hát azt kell tudni, hogyha az ember újságírónak áll, akkor mindenképpen az az elsődleges szempontja, hogy hiteles és megbízható híreket szállítson az olvasóinak vagy a nézőinek, és ennek a legmegbízhatóbb módja, főleg akkor, amikor ugye egyre inkább elterjedt az információs hadviselés, amikor fals információkat, fake news terjesztenek, tehát ebben az időben a helyszínről származó információk a legfontosabb. És ahogy említetted, Ukrajnánál ez különösen igaz, nagyon erős az orosz háborús fake news gyár, és amikor kitört a háború, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy nekünk a helyszínről kell híreket gyűjteni, és információkat gyűjteni, helyszínen kell megnéznünk, hogy az, amiről hírt adnak, az mennyiben igaz, és emiatt utaztunk, és fogok én nem sokára utazni a helyszínre. Tehát az, hogy az ember olyan helyre megy, ahol történnek a dolgok, az tulajdonképpen az újságírói munkának az egyik legalapvetőbb része, elkerülhetetlen. Ez nyilvánvalóan mostanában, amikor az internetes hírek elterjedésével az ember úgy érzi, hogy minden információ ott van a kezében, ez egyre kevésbé egyértelmű, de azért, hogyha megnézzük ezeknek a hírláncoknak a végét, akkor mindig kell lennie valakinek, aki ott van a helyszínen, és megnézi, és ellenőrzi azt, hogy amiről hírt adunk, az mennyiben igaz. Említetted, hogy a médiában nagy problémát jelentenek ezek az álhírek. A helyszínen hogy lehet ezekkel felvenni a küzdelmet, hogy ezek ne befolyásolják a munkádat? Hát éppen a helyszínen a legkönnyebb a helyzet, hiszen ott a saját szemünkkel látjuk, saját fülünkkel halljuk, hogy az, ami történik, amiről szó van, az igaz-e vagy sem. Tehát a nehézséget azt inkább az jelenti az álhírek elleni küzdelemben, hogy az ember az információs forrástól távolabb hogyan tudja ellenőrizni azt, hogy amit olvas, vagy amit lát, az valóság. Ugye sajnos egyre inkább jellemző az ugye a deepfake-nek nevezett ilyen fake news gyártás, amikor is már filmeket, mozgóképet hamisítanak. Az ukrajnai háborúban is volt ilyen, amikor Zelenszkij elnök bejelentette, hogy leteszik a fegyvert, és mindenkit erre búzdít, és aztán kiderült erről, hogy ez egy teljesen hamis felvétel. Számítógépesen generált módon hozták létre azt az imidzset, ami ezt a nem valós információt elmondta. Tehát, hogy távolról sokkal nehezebb ezt ellenőrizni, hát ennek nyilvánvalóan vannak módjai, meg nagy szakirodalma, ugye a forrás kritika, több forrásból megnézni azt, hogy amiről olvasunk, az máshol is ugyanígy szerepele végére menni ennek az információs láncnak, de mondom, ez egy másik dolog, tehát ez az újságolvasónak, vagy akár a távoli szerkesztőségekben híreket író újságíróknak a feladata. A helyszínen ott nagyon egyszerű, hogyha hallok valamit, ami érdekesnek tűnik, vagy ami vizsgálatra érdemes, akkor fogom magam, oda megyek, megnézem, megkérdezem az ott élőket, tehát egészen közvetlenül gyűjtök információkat arról, hogy igaz vagy hamis az adott hír. Itthonról nagyon nehéz átérezni mindazt, amin mind nektek, mind pedig a kint lévőknek nap mint nap keresztül kell mennie, illetve keresztül kellett mennie. Kérlek, elmesélnéd, hogy mi is történt veletek Ukrajnában? Mit láttatok, mit tapasztaltatok? És ez az egész milyen érzelmeket hagyott benned? Hát ez nagyon érdekes volt. Ukrajnában egy meglehetősen izgalmas időszakban érkeztünk, tehát konkrétan aznap, amikor elkezdődött a háború. Tehát amit mi láttunk, az tulajdonképpen az
ország infrastruktúrájának a széthullása. Tehát mi megérkeztünk Kijevbe a háború első napján, és egy működő nagyvárost láttunk, aztán a következő nap bevezették a kijárási tilalmat, akkor eltűntek ugye az autók, az emberek az utakról, aztán egy hosszabb kijárási tilalom miatt az emberek megrohamozták a boltokat, és az amúgy nagyon jól felszerelt boltok is kifogytak egy csomó alapvető élelmiszerből, tehát hogy ott egy idő után üres polcokkal szembesültünk, aztán mikor megszólaltak a légvédelmi szirénák, és nagyon sok metró megállót átalakítottak óvóhelyé, akkor a metró közlekedés is sporadikus lett, majd később leállt, aztán eltűntek a buszok is, mindenfajta tömegközlekedés, és végül az információ is eltűnt arról, hogy mi várható, hogy hogyan lehet egyik helyről a másikra eljutni, tehát egy ilyen teljes bizonytalanság vette kezdetét, miközben az egész város tulajdonképpen egy normális működéstől átállt védelmi funkcióra, mindenki barikádokat épített, meg bevonult önkéntesek, kéntes alakulatokba, nagyon sok normális életben működő funkciója a városnak leállt, és hát ezt meglehetősen sokkoló volt látni, és aztán ugye a másik ilyen nagyon maradandó élmény az az volt, amikor eljöttünk haza, és tulajdonképpen részeivé váltunk annak a menekült tömegnek, akik az ország elhagyására kényszerülnek, és belülről láthattuk azt, hogy hogyan hagyják el ukránok tulajdonképpen százezrei, milliói az országot, és hát ez egy nagyon sokkoló élmény volt, mert hát hétköznapi embereket olyan ruházatban, olyan információkkal, olyan akár munkával, angol tudással láttunk, akik akár Magyarországon is élhetnének, és húzták a kis kerekes bőröndjeiket, meg fogták a gyerekeik kezét, és mentek bele a bizonytalamba. Tehát, hogy egy nagyon ismerős közönséget láttunk borzalmas körülmények között menekülni, és hát ez azért hatott az emberre, tehát, hogy ezt nem is takargattuk, hogy ez egy nagyon megrázó élmény volt számunkra. Egy korábbi interjúban említetted, hogy a kifelé vezető utatok során történt egy kevésbé szerencsés találkozás ukrán katonákkal. Erről mesélnél, kérlek? Ez a magyar határtól néhány kilométerre történt, és lassan haladva filmeztük azt a kocsisort, ami igyekezett Magyarország felé, hiszen az nagyon fontos információval bírt, hogy ennyien menekülnek már a háború első napján Ukrajnából, tehát itt 10 kilométeres kocsisort kell elképzelni, és jött a mi sávunkban szembe egy autó, és nem értettük, hogy miért, megállt a két autó egymással szembe, és hirtelen kipattant belőle két katona pisztollyal, és elég brutálisan kirángattak minket a kocsiból, miközben forgott a kamera, mint kiderült, őket az zavarta, hogy mi kamerázunk. Egyébként egy olyan helyen, ahol szabad kamerázni, tehát hogy ez nem a határzóna volt, onnan már azért jó néhány kilométerre, és hát nagy nehezen tudtuk nekik bebizonyítani, hogy mi jó szándékú újságírók vagyunk, és csak a munkánkat végezzük. Ez a történet nem annyira arról szól, hogy mi az általános fogadtatása az újságíróknak Ukrajnában, hanem inkább az első napoknak ez a teljes bizonytalan és felfokozott állapota. Tehát azért el lehet képzelni, hogy ott Kárpátalján tulajdonképpen távol a központtól egy nagyon nyugodt, Ukrajnának inkább eldugott helyén élő katonák hirtelen arról értesülnek, hogy megtámadták az országukat, és ebben a teljesen feszült helyzetben indokolatlanul agresszívak voltak. Aztán, amikor tisztáztuk magunkat, akkor nyilvánvalóan már érezték, hogy ez egy buta helyzet volt, amiben ők kerültek, és teljesen fölösleges volt, nem is tudom, a frontvonaltól 3000 vagy 2000 kilométerre itt ilyen fellépést tanúsítani. Én igazából nem féltem, hogy ebből bármi komolyabb bajunk lesz, hiába volt kezükben pisztoly, mert hogy ugye ott a szemközti sávban annyi autó volt, és rostokoltak az emberek, jobb híján bámultak ki az ablakon, és nézték, hogy mi történik. Tehát valószínűtlennek tartottam, hogy minket ott a helyszínen agyonlőnek, nem tudom, 300 ember szeme láttára. Az operatőröm, aki először volt ilyen helyen, ő jobban meg volt szeppenve, vagy ilyen szituációban, ő azért megijedt egy kicsit, de aztán elég határozottan léptünk föl, mutatta,
megmutattuk, hogy mit csinálunk, kik vagyunk, megmutattuk az újságíró igazolványunkat, ugye a Telexnél dolgozom, tehát ez egy online újság. Még ott az autóból kiszállva megnyitottam a telefonomon a Telex oldalát, és mutattam a nevünket, hogy ember, figyelj ide, nézd, újságírók vagyunk, és ezeket a cikkeket, meg videókat mi csináltuk, itt van a nevünk. Tehát, hogy elég egyértelmű volt, hogy teljesen indokolatlan volt a fellépésük, ez hamar tisztázódott, de aztán volt egy ilyen folyamata ennek, és akkor 2-3 óra volt, amíg, mivel már jelentették, hogy ők elkaptak gyanús anakokat, be kellett vinni minket az egyik rendőrkapitányságra, és ott, mikor tisztáztak minket, akkor mehettünk tovább. Tehát ez igazából inkább egy ilyen időbeli késlekedést okozott, de nem annyira jellemző ez az eset arra, hogy mi megy most Ukrajnába, ugye, mert hogy ukránok voltak végül is ellenségesek velünk, később ilyet azért nem tapasztaltunk. Kint ugye készítettetek interjúkat helyiekkel, mit tapasztaltatok? A helyiek hogyan viszonyultak a kinti helyzethez? Illetve miként viszonyultak hozzátok, mint magyar tudósítókhoz? Hát ez egy nagyon sajátos helyzet volt tapasztalni, hogy Magyarországnak Ukrajnában nincsen túl jó híre. Ez végül is érthető volt a magyar kormány politikáját tekintve, amely közismerten orosz barát politikát folytatott, és meglehetősen ellenséges volt sok szempontból az ukrán kormány törekvéseivel szemben, például a NATO csatlakozást vagy az EU csatlakozást illetően. A Magyarország mindig akadályozta Ukrajna törekvéseit, de nem tudtuk, hogy ennek ekkora híre van Ukrajnában. És hát nagyon nehéz volt úgy dolgozni, hogy amikor említettük, hogy mi magyar újságírók vagyunk, amely a világ legnagyobb részén vagy nem jelent semmit, vagy tulajdonképpen egy ilyen pozitív dolog, hogy de érdekes, egy kis ország újságírója, és itt van ilyen távol. Itt Ukrajnában ez egy nagyon negatív ajánlólevél volt, és mindig el kellett nekünk mondani, hogy igen, de mi nem a magyar kormányt képviseljük, mi független újságírók vagyunk, mi a valóságot szeretnénk tudósítani, ezért vagyunk itt a helyszínen, ha fake news-t akarnánk, akkor nem kéne ilyen messzire jönni. Ugye jellemző azért, hogy a kormánypárti sajtó képviselői nincsenek ott Ukrajnában, hiszen ahhoz, hogy hamis információkat terjesszenek, ahhoz nem kell elmenni a helyszínre, ezt meg lehet tenni otthonról is. Minden esetre ezt megértették az interjú alanyaink mindig, de az jellemző volt, hogy minden egyes interjút ezzel a kis bevezetővel kellett kezdeni, hogy értsék a mi alapállásunkat, és értsék, hogy mi nem azért vagyunk ott, hogy a szavaikat kiforgassuk, hanem azért, hogy bemutassuk a valóságot. És az ukrán, vagy a világpolitikai, illetve a háborús helyzetet tekintve pedig, hát hasonló megdöbbenést tapasztaltuk, mint amivel egyébként mi is éltünk a szituáció irányába. Itt azt kell tudni, hogy azért Ukrajna egy fejlett európai ország minden demokratikus deficitjével együtt, itt az emberek úgy tekintenek magukra és az országukra, mint egy európai ország és egy európai nép. És ebből a szempontból ők is teljesen döbbenten figyelték az eseményeket, és nagyon sok interjúban konkrétan úgy elhangzik, hogy ők életükben nem gondolták volna, hogy a 21. században az internet, a információs technológia, a globalizáció ilyen fokán egyik ország megtámadhatja a másikat, mint az elmúlt évszázadokban tankokkal, meg gépfegyverekkel, tehát hogy egy általános sokkot tapasztaltunk. Mondom, ez nálunk is jellemző volt újságíróknál, de tanulságos volt, hogy konkrétan Ukrajna lakói sem hitték el, hogy ilyen megtörténhet. Amíg Kijevben tudósítottál, ugye a Magyar Külügyminisztérium mások mellett 2 MTV-as újságírót is evakuált Ukrajnából. Mit éreztél, amikor ezt megtudtad? Mit gondolsz erről? Hát mi erről nem tudtunk, hogy másokat evakuálnak, eléggé a saját feladatainkkal voltunk elfoglalva. Mi az általános biztonsági szituációt figyeltük, és annak értékelése mentén döntöttünk a munkánkról. Nem követtük figyelemmel, hogy az MTV-e az mit csinál ebben a helyzetben. És a sajtott médiát hogyan kezelik ilyen helyzetben? Mennyire volt nehéz a munkátokat végezni ilyen körülmények között? Mennyire voltak együttműködőek az emberek?
Hát ahogy említettem, tulajdonképpen a kezdeti bizonytalankodást leszámítva együttműködőek voltak. Szerintem sokan értették azt, hogy a sajtó itt fontos szerepet tölt be, hiszen az ukránok helyzete az a világpolitika aktivitásától függ. Ha a világ melléjük áll, akkor nagyobb esélyük van arra, hogy megvédjék az országukat, és tudták, hogy minden hír, ami kimegy az országból, az az ő pozíciójukat erősíti. Tehát onnantól kezdve, hogy kötélnek álltak, nem volt nehéz emberekkel beszélgetni, mert el akarták mondani, meg akarták mutatni a világnak, hogy milyen helyzetben vannak. Ugye készítettél egy képet, amely Ukrán Madonna névvel lett híres a médián, és amelyből rengeteg mém született, sőt a Vatikán is felhasználta. Erről tudnám mesélni, hogy hogyan született, hogyan vált híressé? Persze, örömmel. Ez tulajdonképpen egy teljesen véletlen esemény sor végén lett ebből mém, magam is meglepődtem. Ugyanúgy dolgoztunk, mint minden nap, lementünk az egyik óvóhelyre, a metróba, és ott forgattunk az emberekkel, különböző oda lemenekült kijevieket szólaltattunk meg, és észrevettük, hogy ott a falnál egy kis család ül, és én először nem is vettem észre, hogy az anyuka az szoptatja a kicsinyét, csak azt láttam, vagy a kicsiét, csak azt láttam, hogy egy olyan pár, akik beszélhetnek angolul, mi akkor még tolmás nélkül dolgoztunk, fiatalok voltak, és a fiatalok ott is beszélnek angolul, plusz egy család, tehát egy férfi, meg egy nő, meg egy kisgyerek, hogy akkor ők nyilván tudják reprezentálni ennek a csoportnak a meglátásait. És ahogy közelebb léptünk, láttuk, hogy az anyuka az szoptatja a babát, és akkor meg is kérdeztük őket, hogy készíthetünk-e felvételt róluk, de hát annyira tulajdonképpen tapintatosak voltunk, hogy az apukát kérdeztük, hogy ő hajlandó-e kamera elé állni, és mondta, hogy persze, persze, az egész család, és akkor így rákérdeztünk még egyszer, hogy a felesége is a gyerekkel, és mondta, hogy igen. És akkor mondtuk, hogy most, hogy így tulajdonképpen egy ilyen intim helyzetben van, és mondta, hogy persze, persze, és a nő is mondta, hogy igen, igen, nyugodtan fotózzon, ez azért ő újságíró szempontból is érdekes, vagy újságíró szakmai szempontból, hogy nyilván ilyen intim és kiszolgáltatott szituációknál még inkább oda kell figyelni a személyiségi jogokra, meg morális meglátásokra, és meggyőződni arról, hogy ők valóban hajlandóak-e kamera elé állni ebben a szituációban, de mondom, egy hosszas beszélgetés, tulajdonképpen részünkről hüledezés végén jött el az, hogy akkor kamera elé álltak, és kollégám Simor Dániel forgatott a kamerával, én készítettem az interjút az apukával, és amikor a végén vágóképezés kezdődött, akkor én előhúztam a fényképezőmet, és tulajdonképpen mellékesen készítettem néhány fotót. És este, amikor dolgoztuk fel a felvételeket, akkor jutott eszembe, hogy nekem vannak képeim is, és láttam, hogy egészen megrázóak, meg jók ezek a képek, amik készültek tulajdonképpen mellékesen, és akkor azt beküldtem a szerkesztőségbe, hogyha gondolják, akkor ezeket a képeket be lehet mutatni, mint jellemző életképek az óvóhelyről, és ez meg is jelent. A Telexen és nagy sikerrel futott, de a mémesedés az nem innen indult el, hanem az én Insta oldalamról, ahova szintén felraktam ezeket a fotókat, és valahogy innentől ezt már nem tudom, én csak a visszajelzéseket láttam, hirtelen jött egy csomó reblog, aztán kaptam levelet a Vatikánból, hogy használhatják-e ezt a képemet, és aztán már csak azt láttam, hogy egyre többen és többen említik a nevemet, és elkezdtem utána menni, hogy ez hogy lehet, mert újságíróilag is ez egy érdekes dolog volt, és kiderült, aztán az egyik képzőművész írta meg nekem, hogy tulajdonképpen egy szimbólummá vált a képem Ukrajnába, a reménynek, meg az ellenállásnak szimbóluma, és nagyon sokan posztolják, nagyon sokan készítenek ebből saját műalkotásokat, és hogy tulajdonképpen túlnőtt így ez a kép a saját eredeti szerepén. És később egyébként sikerült megtalálnom a kép
főszereplőjét, az anyukát is, vele leveleztem is, és hát annyit elmondhatok, hogy ők már elmenekültek Kijevből, és most egy viszonylag biztonságos zónájában, Nyugat-Ukrajnában tartózkodnak az országnak, és várják, hogy a sorsuk jobbra forduljon. Ők nem akarják elhagyni egyébként az országot, mert az apuka a férfi katonaköteles, tehát ő nem mehetne el, és nélküle meg nem akarnak elutazni, úgyhogy mindnyájan várják, hogy a sorsuk jobbra forduljon. A munkád során ugye már jártál hasonló területeken, a mostani utadnál esetleg tapasztaltál valami újat, eltérőt, amit az eddigieknél még nem? Illetve mi volt az, ami a legjobban ledöbbentett? Igen, nagyon jó kérdés, mert nagyon sok konfliktus zónába jártam, és tulajdonképpen az emberi szenvedés és kiszolgáltatottság az mindenhol megdöbbentő és sokkoló, de az újságírónak is van egy szubjektív és emberi oldala, és az az, hogy egy bizonyos kultúrkörből származunk, és számomra sokkoló volt látni, hogy ebbe a kultúrkörbe tartozó emberek is kerülhetnek olyan nyomorúságos és kiszolgáltatott helyzetbe, mint amit eddig a Közel-Keleten, vagy Ázsiában, vagy Afrikában láttam. Mondom, ez egy nagyon személyes dolog, ennek nincs köze ahhoz, hogy melyik ember értékesebb, vagy kevésbé értékes, mert hogy minden ember ugyanannyira értékes, és minden emberi szenvedés figyelemre méltó, és foglalkozni kell vele, és meg kell szüntetni, de személy szerint engem, mint Földes Andrást, mint európai polgárt, az döbbentett meg, hogy hozzánk hasonló öltözködésű, hozzánk hasonló kultúrájú, ugyanolyan fordulatokat használó, ugyanazokat a filmeket néző emberek, az általam ismert bőröndökkel, az általam ismert kisállatokkal menekülnek, tehát, hogy azt az ember nem szokta meg, hogy olyan emberek kerülnek borzalmas, háborús helyzetbe, akik akár mi is lehetnénk. És ez volt számomra a legmegrázóbb tapasztalat, ha szubjektív oldalról közelítünk. A Szegedi Kommunikáció és Média Szakrádiós magazinja. Ez a Comcast. Hallgass ránk!